Krisztusban, kedves testvérek! Csak remélni merem, hogy várják a stációs misék alkalmával, hogy vajon az irgalmasságnak melyik jellemvonását, aspektusát fogjuk ma elmélkedni. Azt gondolom, hogy mindegyik, amit kiemelünk az elmélkedéseinkhez, fontos lehet az irgalmassággal kapcsolatban, de ez a mai különös módon is. Tudnélik, annak tudatosítása, hogy az irgalmasság szeretetből fakad, és szeretetből hoz gyümölcsöket. Mindenek előtt azt érdemes tudnunk, Isten határtalanul szereti az embert, az ő teremtményét. Nem véletlen az, hogy a Zsoltáros, a 8. Zsoltárban fölkiált, hogy mi az ember, hogy megemlékezel róla, az emberfia, hogy gondot viselsz reá, majdnem isteni lényé tetted őt. Igen, és ez az Isten, aki minket teremtett, aki határtalanul, végtelenül szeret minket, szeretetének megmutatásában elment a végsőkig. Pál apostol a 2. korintusi levélben úgy fogalmaz, hogy az atya fiát, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk a kereszten. Vagy a húsvéti exultetben, a viglia szertartásban énekeljük, imádkozzuk, milyen hatalmas és fölséges megváltót kívánt és érdemelt az ember bűne. Jézusban, az Isten fiában nyertünk bocsánatot. Csak Isten tud bennünket megszabadítani a bűntől. Olyan jó lenne néha hitetlenkedő vagy egyenesen hitetlen embertársainkkal megértetni, hogy bármit tehet az ember, önmagát megváltani nem tudja. A különböző vallásokban különböző praktikákat használnak, de azok nem képesek a bűntől megszabadítani. Mi keresztények talán az Ószövetséget jobban ismerjük, mint más vallásokat, és tudjuk talán azt is, hogy a zsidók is ráolvasták a bakra a bűneiket, és kihajtották a pusztába, úgy gondolták, azáltal, hogy ráolvasták, kivitte a pusztába a bűneiket, hogy azzal megsemmisült a bűnük. Ez sem törölte el a bűnöket. Egyedül az Isten fia képes bűneinket elvenni. Éppen ezért, mert az atya a kereszt által váltatta meg Krisztussal a világot. Fontos újra és újra hálát adnunk a kereszt, a feszület előtt, hogy így szeretett minket az Isten. Nem véletlen az, hogy keresztény elődeink is lakásaik falára kihelyezték a feszületet, vagy útkereszteződésekbe, utak mentén kereszteket állítottak. És talán az sem véletlen, kell, hogy erre fölfigyeljünk, hogy a gonosz milyen alattomos módon munkálkodik, hogy vannak mozgalmak, amelyek az iskolák, a középületek faláról le akarják vettetni a feszületet, vagy újra és újra lerombolják az útszéli kereszteket. Valamelyik esztendőben itt az Egyházmegyében indítottunk egy szándékot, ami hála Istennek meghallgatásra talált, hogy minden plébánia a saját területén lévő feszületeket, kereszteket állítsák helyre. Hiszen ez is kifejezése annak, hogy számunkra mennyire fontos a kereszt, mennyire fontos a kereszt üzenete,
hogy nem csak minket emlékeztet a Krisztusban való megváltottságra, hanem embertársaink figyelmét is, akik még nem hisznek, föl tudjuk általuk hívni a figyelmüket, hogy ők is Isten szeretett gyermekei, őket is megváltotta Krisztus a bűntől. Aki szeret, az irgalmas. Ugyanis a szeretet gyümölcse öröm, béke, irgalmasság. A szeretetnek szükségszerűen vannak cselekedetei, hiszen a szeretet nyugtalan, és éppen ezért számtalan formában igyekszik magát kifejezni. A szeretetnek a gyümölcse az irgalom. Az irgalom szeretetből fakad. Ezt mindnyájan fölismerhetjük saját életünkben is. Hiszen mennyivel könnyebb annak megbocsátanunk, akit szeretünk. Sőt, akit szeretünk, nyugtalanít bennünket, hogyha valami nézeteltérés van köztünk. Nem nyugszunk addig, amíg nem rendeztük a kapcsolatunkat. Mert a szeretet irgalmas. Az irgalom szeretetből fakad. Sőt, a Sirák fia könyvében egyenesen azt olvassuk, hogy az irgalmasság cselekedetei gyarapítják bennünk a szeretetet. Érthető, hiszen ha valaki felé szeretettel fordulunk, az a másik emberben is szeretetet, viszont szeretetet vált ki, és ezáltal bennünk is még inkább növekszik a szeretet. Vagy másik helyen a Sirák fia könyve arra emlékeztet bennünket, hogy az irgalmas szeretet bűnöket engesztel. Nem véletlen az, hogy egyházunk egész évben, de így Nagybőtben különös módon is hív bennünket az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek gyakorlására. Mert ezek a cselekedetek bűneinktől szabadíthatnak meg bennünket. Ez a szeretet más, mint amit általánosságban egy filantrópiának, egy általános emberszeretetnek szoktunk nevezni. Ezzel sajnos kellőképpen visszaéltek már a történelemben. A velem egykorúak vagy idősebbek emlékeznek rá, hogy oly sokszor hallottuk, hogy legnagyobb érték az ember. És 100 millió ember gyilkoltak meg ennek az eszmének a nevében. A mi ember szeretetünk az Isten szeretetből fakad. Aki szereti Istent, az szereti embertársait is, mondja János apostol. És ne ámítsa senki magát, ne mondja senki magáról, hogy ő szereti Istent, ha nem szereti embertársát. Ha gyűlöletet, haragot ápol embertársával szemben. Kedves testvérek, Isten irgalmas szeretetének megünneplésére készülünk a húsvétra. Arra emlékezünk, hogy Isten Jézus által elvette bűneinket, megsemmisítette a bűnt. Az irgalmasság cselekedeteivel adjunk méltó köszönetet ezért az ajándékért. Amit mi elnyerünk, elnyerhetünk, azzal ajándékozzuk meg embertársainkat is, irgalmas szeretettel. Ebben a nagybőti időben legyünk jó szívűbbek, adakozóbbak, hiszen egészen biztosan ezek a cselekedetek meghozzák gyümölcsüket. Pál apostol írja a 2. korintusi levélben, aki magot ad a magvetőnek és kenyeret táplálékul, ő megsokasítja vetésteket és megszaporítja jótékonysátok gyümölcsét.
Igaz ez materiális és lelki értelemben egyaránt. Isten, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra, aki megszaporítja vetésünket, adja meg nekünk szeretetünk, irgalmas szeretetünk gyümölcseit, hogy ezáltal mi magunk is lelkiekben növekedjünk, és másokat is tudjunk egyre inkább a lelkiek felé fordítani, hogy ezáltal a világot szebbé, jobbá tudjuk tenni. Amen.